Sziasztok! Ebben a mai videóban ezt a csomagot fogjuk kibontogatni. Ez egy Lira könyves rendelés. Ez a szuper nagy nyári akciójuk, annak a keretén belül rendeltem. 19 darab könyvet tartalmaz ez a csomag, hogyha minden igaz, és 13 000 forintot fizettem érte. Úgyhogy szerintem nagyon jó áron voltak ezek a könyvek most. Rendeltem magamnak is, és rendeltem néhányat ajándékba is, de inkább főként magamnak vásároltam most könyveket. Úgyhogy, ha érdekel titeket, hogy mit rejt ez a csomag, akkor tartsatok velem! Szóval ezt látjuk, amikor kinyitjuk a csomagot. Tényleg rengeteg könyv van benne. És akkor haladjunk itt sorba, hogy jönnek. Ez az első könyv. Ez a Rügy című könyv. Ebből kellene, hogy legyen benne még egy. Igen, meg is van. Ugyanis ebből rendeltem egyet magamnak is, és egyet ajándékba is. Ezt a könyvet én már olvastam, és ez egy gyönyörű szép történet. Tényleg nagyon szép. Van benne egy tyúk, akinek sajnos nem lehet kis csibéje. Elszökik a tanyáról, ahol lakik, és tulajdonképpen nagyon szeretne repülni, és egy kacsával fognak még történni benne dolgok. Tényleg gyönyörű ez a könyv, csodálatosan szép, úgyhogy úgy gondoltam, hogy mindenképpen megvásárolom ezt ajándékba is. És láthatjátok, itt az oldalaknak a tetején milyen kis gyönyörű grafika van, meg úgy látom, vannak benne képek is. Én ezt e-book formájában olvastam eredetileg, de nagyon vágytam rá, hogy meg legyen a könyves polcomon is, és most 200 forint volt azt hiszem darabja ennek a könyvnek, szóval tényleg nagyon akciós volt, úgyhogy megvettem másnak is, mert szerintem ez gyönyörű, és a teljes ára egyébként 3490 forint lett volna. Ez az első. Aztán a következő, ez egy Star Wars témájú könyv, ez ilyen különböző ilyen kulisszatitkokat, meg mindenféle ilyen érdekes adatokat tartalmaz. Ezt Ádámnak vásároltam ezt a könyvet, és 2100 forintba került. Eredeti ára az 6999 forint lett volna. Aztán van ez a Tudatos jelenlét a munkában című könyv, ami fogalmam sincs, hogy jó lesz-e, de úgy érdekesnek tartottam a témáját, meg most nagyon sok ilyen hasonló könyvet olvasok, úgyhogy reménykedtem benne, hogy jó lesz. Ez 400 forintba került, és 2990 lett volna a teljes ára. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Aztán van itt egy ilyen, azt hiszem, hogy ez egy képregény, ha minden igaz, hát nem teljesen. Ebben ilyen vicces sztorik vannak az Apollo 13-nak a felszállásáról, meg az azt megelőző történésekről. Ez igazából, ha minden igaz, gyerekeknek készült ez a könyv, de én úgy gondoltam, hogy vicces lesz majd nekem is elolvasni. 2000 forint a teljes ára. Hát most innentől kezdve már nem fogom tudni megmondani minden könyvre, hogy mennyi volt az akciós ára, de le fogom nektek írni az infoboxba, és ott megtaláljátok. Aztán van itt egy krimi, ez a Number One női nyomozó iroda, ami kíváncsiak, hogy milyen lesz, de általában nagyon jó, ez is egy ilyen bestseller könyv, és mondom, ez egy krimi, úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen. Ennek a teljes ára 3490 forint lett volna. Aztán van itt egy, jaj, ezt amint megláttam, tudtam, hogy ez feltétlenül kell nekem. Az a címe, hogy Történelmi legendák utolsó vacsorája. És csomó mindenkiről van benne szó, Marilyn Monroe-ról, Napóleonról, nagyon-nagyon sok mindenkiről. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez biztos, hogy jó lesz. Receptek is vannak benne egyébként, meg hát ugye ez a 20 híres ember, akiről szó van, még Diana Herzog is benne van. Ennek az ára 2990 lett volna teljes áron. Aztán ezt szintén ajándékba vásároltam, ez ilyen bábok és játékok készítéséről szóló kis könyvecske, ez ilyen különböző technikákkal mutatja be ezeket a készítési fázisokat, meg mindent, szóval biztos, hogy jó lesz, meg szerintem akinek én vásároltam, az nagyon fog majd neki örülni. Aztán, jaj, ez gyönyörű, nagyon szép. Ennek a könyvnek a címe az, hogy Ami a szívedet brumja, és ebben versek vannak, medve versek, és ez pedig a gyönyörű, szép és kedves kis grafikája, ami először megfogott benne. Aztán találtam belőle néhány verset, így kiragadva a neten,
és azok alapján úgy éreztem, hogy na, ezt nekem mindenképpen meg kell, hogy vásároljam. És hát így első ránézésre már nem bántam meg. Ennek a teljes ára 1990 lett volna, de úgy látom, hogy le volt akciózva 1000-re is, és én végül hát talán 400 forintért jutottam hozzá, de nem vagyok benne biztos. Aztán van itt ez a Trash című könyv, ami tulajdonképpen egy ilyen, azt hiszem, hogy disztópia, de talán a környezetszennyezést is így belevonják, meg minden hasonlót. Nagyon érdekesnek tűnt, és emiatt a könyv miatt kellett szerintem borzasztó sokat várni erre a csomagra. Több mint 2 hét volt, azt hiszem, mire ideért hozzám, mert ez meg még egy nem volt raktáron, pont ez a Tudatos jelenlét a munkában című, hogy ezek miatt meg hát, ja nem, aztán ez meglett, és még a Rügy volt, ami miatt sokat kellett rá várni, úgyhogy igen, hát el fogom olvasni, és mindenképpen majd meglátjuk, hogy milyen. Aztán itt van ez a Gyönyörű Rossz című thriller, pszichotriller, és ez is ilyen állítólag arról szól, hogy van egy nő, akinek ugye kívülről ilyen teljesen tökéletes az élete, de ez korán sincsen így. Olvastam már több könyvet is ebben a témában, és mindegyik nagyon érdekes volt a számomra, úgyhogy meglátjuk. Aztán itt van ez a Csendes hazugságok. Erre az a helyzet, hogy nem is emlékeztem, hogy rendeltem, de ez is egy pszichotriller. Tudjátok, hogy ezeket én nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Ugyanígy ez az Időnként hazudok, szintén egy pszichotriller. Meglátjuk. Aztán itt van az 5. levél című, ami szintén, tehát tudjátok, hogy nagyon-nagyon szeretem a pszichotrillereket, úgyhogy most jött az utánpótlás belőle. Aztán van ez az Ahol a barátom, ott az otthonom című könyv, ami tulajdonképpen egy ilyen kutyás regény, hogyha minden igaz. Legalábbis úgy emlékszem. Igen. Szóval ez egy ilyen kutya-ember barátságról szóló könyv. Hát én nagyon szeretem a kis kutyámat, itt fekszik most is mellettem. Igen. És ez szerintem nagyon, nagyon jó lesz. És van itt még itt van. Ez is szintén egy ilyen kutya-ember barátságról szóló könyv. Viszont ez egy speciális, ugyanis ez egy ilyen segítő kutya és egy vaklájnak a története, ha jól emlékszem. Aztán van itt ez a Közöttünk a végtelen című könyv, ami egy ilyen sci-fi, és az űrben játszódik. Remélem, hogy jó lesz, de olyan csodálatos a borítója. Aztán itt van ez az Inside ISIS, ami ugye az iszlám államról szól, és arról, hogy ott töltenek el 10 napot, és ezt írják le. Oh, nagyon kíváncsi vagyok rá, szeretem nagyon ezeket a könyveket, mert elborzasztanak, de mégis egy annyira távoli világ, hogy szinte el sem tudjuk képzelni, hogy mi történik ott, és azért jól esik így belelátni, annak ellenére, hogy elborzasztanak, úgyhogy szeretem ezeket olvasni nagyon. És az utolsó könyv, az szintén egy verses könyv, ha jól emlékszem, igen. Ebben kutyás versek vannak, és különböző kutyákról van benne, tehát egy csomóféle kutyáról van benne szó, úgyhogy remélem, hogy ez is nagyon-nagyon jó lesz. És tulajdonképpen ennyi is volt, amit láthatjátok. Kiürült a kis doboz, elfogytak a könyvek. Hát ezt a 19 darab könyvet rendeltem én 13.000 forintért. Szerintem nagyon-nagyon megérte. Tudjátok, hogy ennyi pénzért körülbelül 3, maximum 4 könyvet lehet megkapni teljes áron. Ezek közül meg aztán főleg nem túl sokat. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy sikerült ezeket így megvásárolnom, és alig várom, hogy nekiláthassak ezeknek az olvasásának is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, legyen nagyon szép napotok, írjátok meg, hogy melyik könyv tetszett nektek ezek közül, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!